Hello mindenkinek! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, az érdeklődőket, a főzni vágyókat a csatornámon. Most egy igazi magyaros paprikás krumplit fogok főzni, amelynek most akkor elmondom a hozzávalókat. Természetesen a piros paprika, ez édes paprika, őrölt paprika. Kell hozzá 4 darab krumpli, amelyet ilyen nagyságúakra felszeleteltem, 4-5 darab krumpli. Aztán teszek bele, ugyebár száraz kolbászt, ez egy csípős száraz kolbász. Kell hozzá 1 darab paprika, egy ilyen zöld paprika, ez a hegyes paprika, de én már a videó rövidsége miatt már össze daraboltam. Egy nagy fej vörös hagyma, amit majd össze fogok darabolni. A végén kell hozzá 2 darab tojás, és akkor mondom a fűszereket, amiket bele fogok tenni. Kell hozzá egy kanál szárított fokhagymapor, egy fél teáskanál, vagy egy negyed teáskanál egész kömény mag, egy fél teáskanál őrölt bors, egy teáskanál chili paprika, por, és hát étolaj természetesen. Na most ezek lesznek a hozzávalók, és akkor nézzük az eljárást, hogy is van ez. Ja, hát és természetesen víz. És természetesen víz is kell hozzá, amit az legtöbbször elfelejtek. Na mindegy. Akkor. Tehát azt mondja, hogy igen, tehát ezt fölhevítem. Ide beleöntök egy bizonyos mennyiségű olajat. Így, mondjuk egy ennyit. És a hagymát így belekockázom. Hagyományos vágás technikával, nem tartok senkinek bemutatót a vágás technikákról, én így szoktam csinálni, és nekem ez bevált. Így. Jó. És akkor beleteszem a kömény magot és a fokhagymaport. És természetesen só, ami alapvető. Így. Jó, tehát akkor
Igen. Hagymát megponyasztjuk. Eléggé meg kell, hogy a víz hatására, amikor majd a fel lesz öntve, hogy akkor jó szét tudjon főni a hagyma. Jó, prima. Oké. Ez az étel, ez is a szegény emberek étele volt annak idején, és nem szeretnék senkit se ilyet ijeszgetni, de azt hiszem, hogy le kell szokni a habzsi dőzsiről, ami most az elmúlt 15-20 évbe ment, hogy aki nem a legfinomabb kaviárt és nem a legjobb lazacot ette, az már nem is ember. Tehát ennek azt hiszem, hogy ennek a korszaknak vége most ezzel a válsággal. Úgyhogy lehet, hogy nem lesz mindenkinek szimpatikus, amit most mondtam, de én így vélem, hogy ez az igazság. Na most akkor, amikor ezt akkor beleteszem a paprikát, így, és egy nagyon csöppet így átfuttatom, hogy a paprika ki tudja venni a de utána azonnal egy picit felengedem vízzel, mert meg fog égni a paprika. Így. Így, gyönyörűen. Szépen. És akkor belerakom a többi fűszert is. Szépen. De tulajdonképpen egy picit előfőzötté válik a hagyma ezzel a vízes megoldással. Már is kapok egy ilyen szaftosabb levet. Így. Na, igen. Most tulajdonképpen elpárolgott a víz belőle, és akkor jöhet bele a krumpli. Tehát így ekkora darabokra van körülbelül így elvagdosva, nem túl picire és nem túl nagyra. Tehát gyakorlatilag 6-ba van elvágva, egyszer félbe, egyszer negyedbe és még egyszer. Igen. Jöhet bele a paprika. Bele mehet a kolbász is. És a legvégén még a víz. Tehát annyira, hogy ellepje, annyi vizet öntünk bele először. És a végén, amikor majd kész lesz, majd megfőtt a krumpli, akkor fogok beleütni 2 darab tojást. Mi?
mondhatjuk, hogy ez egy ilyen jó parasztos evés, parasztos magyaros étel. Jó. Fél óra biztos, hogy kell hozzá, úgyhogy a következő videóban majd meg fogom mutatni, hogy amikor már kész, hogy beleütöttem a tojást és a tálalást. Köszönöm, hogy megnézte a videót, jó egészséget kívánok, minden jót, vigyázzanak magukra!